Életünk legnagyobb motiváló tényezője, hogy vannak céljaink és vágyaink. De a legnagyobb kérdés az, hogy vajon tényleg minden célunk és minden vágyunk őszinte, és valóban szeretnénk, és valóban szükségünk van rá? Ezekre a kérdésekre azért fontos válaszolni, mert a céljaink és vágyaink, amiket az agyunkban elraktározunk, ezek fognak minket előrevinni, ezek fognak minket motiválni, egyik lépésről a másikra ösztönözni. De ha nem eléggé fontos nekünk ez a cél, ha valójában nem őszintén szeretnénk, hanem csak valaki más miatt, akkor az nem lesz elég erős cél és elég erős vágy, hogy valóban arra az útra térjünk, és valóban azon az úton induljunk el. Mert végeredményként ezek a nevezzük hamis célok majd negatívan fognak lecsapódni az életünkben. Kudarcként fogjuk megélni azt, hogy nem sikerült elérnünk, pedig csak le kellene ülnünk, és őszintén meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy tényleg én akarom? Tényleg magam miatt akarom? Valóban ezt akarom? Fontos ez nekem igazán? És hogyha mindegyikre őszintén válaszoltunk, és mindegyikre az volt a válaszunk, hogy igen, 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 ez nekem fontos, ezt én szeretném, ez azért fontos nekem, mert, és meg is tudom mondani, akkor induljunk el azon az úton. Ha pedig nem teljesen 100%-osak a válaszaink, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy mennyire érdemes foglalkoznunk nekünk ezzel a céllal, ezzel a vágyjal, hogy aztán a végén ne kudarcként éljük meg azt, hogy egy olyan dolog, amit valójában tudatalatt nem is akartunk igazán, azt nem értük el. Haladjunk azokkal a célokkal és azokkal a vágyakkal előre, amik tényleg nekünk fontosak, magunk miatt tesszük, és valóban őszintén szeretnénk. És ha már itt tartunk a céloknál és vágyaknál, akkor a mai adventi önismereti és önfejlesztős feladatunk a következő. Írj 2 listát. Az egyikben azok szerepeljenek, amiket ebben az évben már megvalósítottál vágyaid és céljaid közül, és legyen egy másik lista, amiben azokat írod le, amik még várnak rád, azokat a célokat és vágyakat, amik még előtted állnak. Aztán az utóbbinál tedd fel magadnak a korábban elhangzott kérdéseket. És hogy rátérjünk az adventre, és a célok és vágyak legyenek szem előtt, a mai adventi feladat: írd össze mások ajándékait, amikre mások vágynak, és ha teheted, add is meg nekik karácsonyi ajándéknak. Szép napot!